csánépek. Hulákmentes szemreket kívánok. Hoztam egy vesztes csatát a VZ 119 forinttal a kínai 8-as Premium TD-vel. A pálya Redshire védekezés mód. Hát ez is eléggé új nekem, utána nem volt ilyen benne. Na mindegy. Nézzük is. Full 8-as tír, egy köcsök klikkel el a csatába. És már most előre, hogy meg fognak minket pömpölni. Nem kicsit. Meg én sem lesz a képessége a helyzet csúcsán, már csak itt a vezetésből kifolyólag is, hogy nem nagyon tudok kifordulni a sarkon. Na, de mindegy. És persze már fel is vagyok spotolva, valami valaki által. Na jó, van mindegy, keresünk egy jó pozit, addig nézzük is, mit tud ez a vízé. 8-13-nál töltünk újra, API a standard nőszerünk, 248-as penni, 440-es alfa. A goldunk az heat, 310-es pen, ugyanúgy 440-es alfa, és a becsetről lemaradok, a super pörköt leengedtem egy le fölösleges lövést, de már vereségből csinálok majd egy, vagy csinálok éppenséggel egy nagy kalibert. Próbálok még mindig poziba állni, mert valamit kéne lőni, csak hát ezen a mappon még ebben a módban, tehát ez a mód inkább ez még nem teszi nekem annyira lehetővé azt, hogy hova pozícionáljak, még nem vagyok benne. Jó, mert utána, amikor én ezt a szart abba hagytam, akkor még hasonló sem volt, mint ez a támadás-védekezés mód ezen a mappon. De már láttam is, hogy itt minket nagyon meg fognak szexuálni, és az IS-3-at is mindjárt el fogom bénázni. Nagyon jó a DPM ennek a dögnek, de a szűkülés ennek a gánnak olyan, mint egy igazi heavy tanké, pláne mozgásból. De szerencsére ez egy nagy kaliberért majd érdemes lesz végig szenvedni ezt a balét, valami 3 vagy 4K, nem tudom mennyi lesz, de ennek ezért az egyért vettem fel ezt a csatát. Megvan a G-sor, és sajnos a zágyunk az eléggé kínai is tud lenni, szó szerint. Én nem bírom eltállni a G-sort, következő meg lepattanok róla. Tárazok! Ja, értem. Na de mindegy. Na, a dobtető megjelent szerencsére az IS-3, a Skoda T56 vagy mi a fasz. Őt szerencsére gyomorszájon tudom lökni. Hát itt sem tudom, hogy szerettem volna, de már tudtam egy sebzést kiosztani. IS-3 tulat fölfele. Ő veszekszik azt szerintem a lővékkel vagy valaminkkel. Végre egy hatalmas 460-at oda tudtam neki verni. Keresem a G-sort. Ott lenne. Zárt! Jó, akkor ez egy makkos lövés volt, erre nem emlékeztem, ez van. Oda együnk is ott szórakozik az Elevennel együtt. Szerencsére az IS-3-ot tudok szép nagyokat beledugdogtatni. Megjön akkor az 53 TP stokkosan. Nagyon csúnya ez a polák szardarab, de hát nyilvánvalóan mindegyik hülye polák rá van feszülve, mióta megvannak. Bernhard épp mi vagyunk a polákok. Szépen adom. A DPM-ből nincsen ezzel a tankkal semmi különösebb problémám. Az tény, ezt a lövészt viszont elrontom. Úgy néz ki, a motorháztetőről le tudok így pattani. Spagettos jön, mint a tatár. És mindjárt szerintem ki is végzik majd az Elevenünket. De én már láttam itt 91-nél, hogy igazából teljesen mindegy, mit csinálok, mert mindenképpen meg leszünk kefélve. Tehát amit tudok kihozok a csatából, ez van. Na már 10-2, gyönyörű. Mindjárt aztán pozíciót fogok váltani, és az utolsó ellenség, amit meg tudok lőni, ez a Csoki 52 Liszt lesz. Hát én igazából a flankelésre számoltam, hogy mondom, jönnek a flankelők, de viszont jó, hogy hagytam kinyíratni a milyenkét, mert így legalább nem kell toronyból verekednem a Csoki 52-vel. Mert azt nem olyan tudnám megpufozni a Csoki 52-t, viszont van egy rendkívül nagy előnye ennek a tanknak, hogy ő kibaszott túl jól bír forogni. Nagyon a gyereknek van nagyon szar legénysége, de forgásból nagyon tud szórni ez a jó képesség időkben. Erre ideális, nagyon meg lehet ezzel keféltetni a lépet. Csak hát éppenséggel a túlerő elintézi itt is az embert. Na de se baj, legalább egy nézhetők is akciódús balhé volt. Azt nem mondhatom, hogy feltétlenül királymód volt, de attól függetlenül nem adtuk meg magunkat, amit lehetett kihoztam a csatából. Igazából ez lehet papírforma szerint roham TD is, meg mesterlövész TD is, tehát buskemper TD. Igazából mi ezt tudnám legjobban hasonlítani a 7-es szinten lévő prémium
7-es TD-hez a Ruszkiknál, a Suszászoszon 2.44-hez. Mind formegyileg, mind épülmügyileg és mind felhasználatásságban inkább arra hasonlít. Lehet ez is, meg az is. Szerintem érdemes ezt megvenni, mert rendkívül jó buskemper cucc is tud lenni, mert nagyon jó kamóval rendelkezik. Alacsony építésű, mozgékony, gyors is, meg ha éppenség úgy hozza a biznisz, akkor egész nyugodt lehet vele pattogtatni is. Jó, hát nyilván erre nem lehet alapozni, pláne a Wargaming keretein belül. Na de ez van. Csá népek!